festők, kézművesek vehetik ezután birtokukba, és kulturális rendezvényeknek is helyszínt adhat akár nyáron, de télen is a felújított alkotóműhely a Topolyai Művésztelepen. Amint elkészült, már is Zsáki István alkotótáborának adott otthont. Első körben ez egy művész ellátó lesz, tehát olyan hely, ahol a művészek összegyűlnek, tehát ugyanúgy a formájában is, és mindenben igyekeztünk megtartani az eredetit, és én annyit mondtam, hogy attól függetlenül, hogy idegenforgalmi létesítményként is regisztráltuk az épületet, mert úgy gondoljuk, hogy valahol gazdaságilag ez a jövő, mindenképp ameddig engem kérdeznek, akkor ennek első körben művészeti és művelődési jelentősége lesz. A művelődési ház épület együttesének 2000 négyzetméteres környékét tavasszal megtisztították, és csak nem 2000 tő orvosi levendulával ültették be. Ugyanis az a tervük, hogy a művelődési házat önellátó, önfenntartó komplexumként működtessék a közeljövőben. Itt kézműves foglalkozásokat, levendulaszedő akciókat szerveznének, de naturkozmetikumokat és levendulából előállított gasztronómiai termékeket is előállítanának. A művésztelepnek a felújítását 2014-ben kezdte meg az önkormányzat, ebben az évben egy IPA határon átnyúló projektumnak a keretein belül 140 ezer eurót fordítottunk a főépületnek a felújítására. Ezt a projektumot János Almaváros önkormányzatával közösen tudtuk megvalósítani, és a művésztelep azóta már több rendezvénynek, alkotótábornak adott otthont. Az idei évben 4 millió 350 ezer dinárt tudtunk előirányozni a melléképületnek, azaz az alkotó műhelynek a felújítására. A művésztelep Topolya község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet tölt be, hiszen a művészek részére is kellemes alkotó helyszínt fog jelenteni.